Köszöntöm Önöket, ez a Weekend, a Kölcsei Televízió pénteki kulturális műsora. A mai adásban érkeznek táncosok a stúdióba, vendégeim lesznek egy országos komoly zenei vetélkedő győztesei is, iskolásokról, diákokról van szó. Vendégeimmel beszélgetünk arról, hogy hogyan kell télen gondoskodni a házi állatokról, és meghívjuk Önöket egy kiállításra, amely a Zoom nevet viseli. Ebben segítségeimre lesznek ennek a kiállításnak a bemutatására dr. Kántor Irén, gyermekorvos, és Szulicsné Plank Anikó, aki rajztanár, és azért elmondhatjuk, hogy az Apáczai Csere János Gyakorló Iskolának a rajztanára. Köszöntöm Önöket, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Ez egy nagyon fontos kiállítás, egy lépés, egy kapocs abban, hogy az egészséges gyerekek és a valamilyen betegséggel élő gyerekek egymást jobban segítsék, egymásra jobban odafigyeljenek, vagy akár elfogadják egymást. Nagyon messziről indul ez a kezdeményezés. Egy kicsit érdekes a neve is a kiállításnak, mert hogy miért éppen Zoom kiállítás, azt majd Anikó el fogja nekünk mondani. Tehát messziről indul, a rajzhoz köthető, egy picit az irodalomhoz köthető, és a tudományhoz is, oly módon, hogy egy egyesület, a Nyír Diabet Egyesület karolta föl ezt a kiállítást. Én úgy gondolom, hogy Anikó az alapokat nagyon el tudja mondani, hogy honnan indult el a kezdeményezés. Hát a kezdet-kezdetén a Nyír Diabet Egyesületet felkérte dr. Mangó Gabriella, az UM Egyesület elnöke, hogy ennek a missziónak legyünk segítői abban, hogy ő gyermekeknek szóló, egészséges és beteg gyermekeknek szóló verses kötetet ír, és ezekhez a gyermekversekhez kérte, hogy készítsünk illusztrációt. És hát ezek a versek fantasztikusak. Lélekről szólnak, és a legmélyebb, legszebb érzelmeket szólaltatják meg, ugyanakkor meg borzasztóan vizuálisak, tehát nagyon könnyű megjeleníteni rajzban ezeket a verseket. A gyerekek nagyon-nagyon élvezték ezt a feladatot, és mivel én iskolában is vannak diabéteses gyermekek, illetve más betegséggel élő gyermekek, meg egészséges gyermekek, ez kibővült, csatlakoztak a beteg gyermekekhez az egészséges gyermekek, és utána pedig mikor megtapasztalták ennek az élményét, hogy ők valakiért rajzot készíthetnek, ez olyan csodálatos élmény volt, hogy utána elkezdtek maguktól is felajánlani rajzokat, és a végén egy elég komoly kiállítás született ebből, tehát már nem fért volna bele abba a kis verses kötetbe ez a sok csodálatos rajz, hanem ebből született egy vándorkiállítás. Ennek első lépése Budapesten volt, a Profécia galériában folytatódott Gyöngyösön, és most mi büszkén segítjük őket ebben, hogy Nyíregyházán is megvalósuljon ez. Nagyon sok sportoló művész emeli a kezdeményezés mellé állt, és országos hírnevű művészek, sportolók, de helyi neves híres emberek is. Miért és hogyan kapcsolódtak be? Ők tulajdonképpen dedikálják ezeket a képeket, és ezzel fejezik ki a misszióhoz való lelki hozzákapcsolódásukat, bekapcsolódásukat, és igazából, amit ő mondott, hogy ez egy komplex dolog, hogy ez tulajdonképpen művészet, oktatás, egészségügynek egy ilyen speciális összekapcsolódása, mert ezek a neves személyek példát mutatnak egy felnövekvő nemzedéknek, megmutatják azt, hogy hogyan kell az embereknek egymáshoz viszonyulni, és ezek őt egy sportoló egy kitartásával, és egy művész az ő lelkületével, a más szemléletmódjában. Tehát ezek olyan értékek, amit
ők kifejeznek ezzel. És nyilván a gyerekeknek példaképek, és ezek az emberek, ezek a személyek tehát jobban megfoghatók, vagy aktivizálhatók a gyerekek rajtuk keresztül is. Az az anyag, ami elkészült a gyerekek rajzaiból, Nyíregyházára került tehát, és a napokban látható is lesz. Hol lesz látható? A Váci Mihály Kulturális Intézmény központban lesz látható a galériában, és az lesz még egy különleges esemény itt, hogy tulajdonképpen mi csak egy pillanat vagyunk ebben a dologban, egy flash, hogy így fejezzem ki magam, mert akik eddig aláírtak, és nem tudnak jelen lenni, azoknak is a fotói folyamatosan ki lesznek vetítve. Lesznek olyanok, akik ott írnak alá, és lesznek, akik majd ezután fognak. Tehát ez folytatódik, ez a láncolat. És ezeket a rajzokat föl is lehet ajánlani, fel is fogják ajánlani, meg is lehet menni, és ez a jótékonysági bevétel a beteg gyerekek javára fordul, vagy fordulhat majd, hol hasznosul, doktornő? Nagyon örülök ennek a kiállításnak, mert ezek a gyerekek, ezek néha sok nehézséget találják szemben magukat a mindennapi életben, nem tudják azt a teljes gyermekkori életet élni, amire egy gyermeknek szüksége lenne. Például egyik ez a táborozás, mert ezek a krónikus beteg gyerekek, hiába mi tudjuk, hogy ezek a krónikus betegségek nem korlátozzák őket annyira, mint amennyire a társadalom gondolja, ezért a mindennapi gyermekkori létükben nem olyan szabadok, és ezért tesszük nekik lehetővé azt, hogy teljesen önfeledten, a szülő is önfeledt legyen, mi alatt tudja, hogy jó helyre engedje a gyereket. Ő is jól érezze magát, a szülők is biztonságban tudják a gyerekeiket, és ezért nekik szoktunk többször egy évben tábort szervezni. Ezek a táborok a gyerekek számára majdhogy nem ingyenesek, és ezeket a táborokat szeretnénk ebből a sok kicsi sokra megy bevételből finanszírozni. Ez az egyik, a másik pedig azért is örülök ennek a kiállításnak, mert minden egyes jelzés a társadalom felé, hogy együtt vagyunk, együtt kell élnünk, nem olyan nagy ez a különbség, tegyünk apró lépéseket egymás felé. Lehet, hogy egy krónikus beteg gyereknek a lelkülete még talán néha színesebb, mint egy nem krónikus beteg ember, átlag embernek a lelkülete. Úgyhogy teljes egészek vagyunk, és hogy ezt meg kell mutatni. Egyébként a rajzokban ez megnyilvánul? Igen. Igen, igen. Hát egyrészt a gyermekek személyisége, érdeklődési köre, másrészt egy nagyon egyszerű dolog, hogy azok a kis pici elsős másodikosok, ők a színezéssel adtak bele minden érzelmet, hogy azok ragyogtak, azok a színek, mert azzal fejezték ki egyik módon, hogy nekik ez fontos és számít. És látni kellett volna a kis arcukat, ahogy kipirulva és elmélyülten, mert természetesen ez megelőzte beszélgetés, hogy milyen az ezeknek a gyermekeknek az élet, hogy milyen hamar felnőtté kellett válniuk, milyen fegyelmezettnek, kitartónak kell lenni. És tisztában vannak egyébként azzal, hogy ők bár egészségesek, de mégis egy picit másképp vagy másként kell élniük. Az Egyesület milyen típusú betegséggel foglalkozik, nyilván a nevében is benne van, és ez a betegség, a diabétesz milyen méreteket ölt a gyerekek körében? Mit tudnak a gyerekek erről, illetve ez a korosztály? Ó, ennek a kérdésnek nagyon örülök, mert van egy szomorú statisztika, hogy az egyes típusú diabétesz, ami inzulinfüggő diabétesz, és viszonylag gyorsan kialakul, és elég komoly tüneteket tud okozni, sajnos a kezdete egyre jobban lecsúszik az óvodás korosztályban. Egyre több az a gyermek, aki az 1-5 éves életkorban lesz cukorbeteg, és annyira banálisak, annyira semmitmondóak a bevezető tünetek, hogy minden fórumnak örülök, ahol elmondhatom, hogy ilyen apró tünetek, hogy sokat iszik, sokat pisél, fogy, étvágytalan, fáradt, ezt annyira sok betegségre rá lehet húzni, és annyira tényleg lehet ezt így mondani, hogy szinte semmitmondó tünetek, hogy egy kicsit fáradt, egy kicsit aluszékonyabb, nem akarok felkelni, nem akarok játszani, nem egy olyan drasztikus szemetszúró tünet, de ilyenkor érdemes egy vércukormérést, egy igazán nem fájdalmas egy vércukormérés, egy szűrővizsgálatot a háziorvosnál megcsináltatni. Úgyhogy ezek a sokat iszik, sokat pisil, fogy, ez a három vezető tünet, amire érdemes odafigyelni. És
a serülő korosztályban is emelkedik a tendencia, de nem olyan drámai, mint az óvodás és kisiskolás korban. És nyilvánvalóan a diabétesznek van egy olyan típus a később, amit meg lehet előzni, és meg lehetne előzni egészséges életmóddal. Én úgy gondolom, hogy ezen a kiállításon, ami a jövő héten szombaton lesz itt Nyíregyházán, a Váci Mihály Művelődési Központban, a rajzok és a kiállítás mellett egy pici előadás is fog szólni a cukorbetegségről, és akkor bővebben és többet is hallhatnak majd a szülők, akár az érintett gyerekek. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttek hozzánk, megmutatták ezeket az igazán gyönyörű színes rajzokat. Rég láttam ilyen sok gyerek rajzot, de valami őszintén is nagyon tetszenek. Köszönöm szépen még egyszer. Köszönjük a lehetőséget. Köszönjük a meghívást. Egy újságírónak óriási álma, vágya, hogyha egzotikus helyekről tudósíthat, vagy készíthet esetleg dokumentumfilmet, vagy egy anyagot. Balogh Boglárka és grafikus barátja Szabó Csaba egy nem mindennapi arckép sorozatot készített el, amit a netes portálokon akár már láthattak is. A nyíregyházi szabadúszó újságíróval Dér Vivien találkozott és beszélgetett. Szabadúszói, újságírói lét mikor kezdődött, és merre jártál az elmúlt években? Ez 6-7 évvel ezelőtt kezdődött. Az első utam Afrikába vezetett, akkor dolgoztam egy árvaházban önkéntesként, és ez onnantól kezdődően tart igazából, úgyhogy jártam Indonéziától kezdve Balin, Afrika, Ázsia, India, Latin Amerika, általában emberjogi témákkal, állatvédelmi témákkal foglalkozva, illetve azokat kutatva. Elkészült egy nagyon érdekes portrésorozat. Milyen célzattal indult el ez? Ennek a célzata az volt, hogy felhívjuk a figyelmet a kihaló félben lévő törzsekre, akikkel én anno Afrikában találkoztam, illetve egy blog fog indulni január 16-ától, amikor én Afrikába utazom 4 hónapra. Ennek apropóján készült el ez a nagyszerű, én azt gondolom, képsorozat. Van-e kedvenced? Igen, van. 2 is meg tudok nevezni. Az első a Himba törzs. Ez azért nőtt a szívemhez, mert ez volt az első kép igazából, amit én Csabától, a grafikusomtól megkaptam, és akkor tudtam, hogy igen, jó úton járunk, ez egy nagyon jó kampánysorozat lesz. A második pedig a Murszi törzs hölgy képviselője, akinek hatalmas tányér van a szájában, úgyhogy nekem ez a kettő a kedvencem. Ahogy hallhattuk, januárban Afrikában indulsz, már másodjára, indul egy blog is, ami bármikor elérhető interneten. Milyen jellegű történésekre várhatsz te is, illetve majd a blogolvasók? Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon összetett blog lesz, tehát ahogy itt az arckép felhívó kampányban is szerettem volna rá mutatni, törzsek, ez lesz az első és egyik legfontosabb. Ezért például Etiópiába fogok utazni, innen majd Namíbiába, ahol a következő törzsel fogunk találkozni, de lesz benne Uganda és a gorillák, lesz benne Tanzánia, illetve az albinók meggyilkolása, illetve feláldozása. Nagyon komoly témák, ez várható akkor a következő hónapokban. Egy pillanatra még visszatérve az arckép sorozatra, mi az, ami szerinted egy laikusnak, egy magyar embernek nagyon érdekes lehet ennél a sorozatnál, ennél a, hát nevezük kampánynak, ennél a kampánynál? Én azt gondolom, hogy az, hogy egy fehér nő át van alakítva egy tipikus törzsi arcá, egyrészt igazán figyelemfelkeltő, másrészt pedig arra szerettem volna ösztönözni az embereket, hogy olvassák el azokat a törzseket, illetve az írást azokról a törzsekről, amiket én megjelöltem, vagy mi Csabával meg szerettünk volna jelölni, és ennek a keverékéből azt gondolom, hogy egy igen szép képsorozat, illetve egy érdekes írás alakult ki. Mi az, amit vinned kell magaddal Afrikában, amit elsőként bepakolsz majd a bőrönbe? Nem sok mindent, a fényképezőmet és a laptopomat, bár ez furcsán hangzik, de nyilván, hogyha az ember blogot készít, akkor ez a két első sminkészletet nyilván nem fogok magammal vinni, mert nem hiszem, hogy túl sok hasznát fogom venni. Nagyon kicsi táskával indulok útnak, ez általában itt szokott történni, körülbelül 5 rövid nadrágot, 10 pólót, 1-2 fehér neműt, mert ugye kézzel mosunk, nagyon jó idő lesz remélhetőleg, úgyhogy egyszerűen is könnyen fogunk utazni.
Játszunk ismét operát. A Vikár Sándor Zeneiskola első helyezést ért el az országos megmérettetésen. A stúdióban köszöntöm Hudivók Mariannát, zenepedagógust, és Dóka Esztert, a csapat egyik tagját, mert hogy itt egy többfős csapatról van szó, és nagyon komoly, többfordulós, háromfordulós versenyről. Ezt a versenyt évente megrendezik, és évente lehetősége van a zeneiskoláknak összemérni a tudásukat operából. Hogyha egy picit a műfajnál maradunk, és akkor maradjunk is a műfajnál, mert nem mindennapi műfaj az opera, és az opera egy elég nehéz műfaj a mai diákok számára, én úgy gondolom. Tanárnő, hogyan látja? Hát ez egy nagyon érdekes kérdés, mert egy laikus kívülálló esetleg így gondolná, hogy ez tényleg nehéz műfaj, és már a gyerekeknek is mondtam, amikor elkezdtük a felkészülést, hogy számomra nagyon nagy élményt jelentett, amikor 2001-ben Verdi halála évfordulóján művetségi versenyt rendeztünk még a Kodály Társasággal közösen, a Vikár Sándor Zeneiskola, Tarcai Zoltán bácsinak a bábáskodásával, és én akkor nagyon óvatos voltam, hogy talán tényleg ez a gyerekektől távolabb álló műfaj, és amikor elkezdtük a felkészülést, és belemerültünk szépen ebben a műfajban, akkor derült ki, hogy nagyon szeretik a gyerekek, tehát igazán nem áll távol tőlük, és amikor jött ez a felkérés, vagy felhívás, hogy játszunk ismét operát, akkor a gyerekeket megkérdezve, akkor először Eszterrel beszélgettem erről pontosan, és ő rögtön igen mondott, hogy vágjunk bele, de azért kellett gondolkodnunk egy kicsit rajta, mert pontosan a Bach Handel Scarlatti vetélkedőben voltunk benne nyakik, és addig nem mertünk belevágni, amíg nyilván egy versenytisztességében nem feljezünk, és így nagyon kevés volt az időnk az első fordulóra való felkészüléshez, úgyhogy tényleg össze kellett minden energiánkat szedni, de ők nagyon lelkesek voltak, hogy igen, induljunk el, és hát aztán így elindultunk. A zeneiskolának a diákjai hozzá vannak szóval ahhoz, hogy versenyeken szerepelnek, és megmérettetik magukat. Talán itt az volt a nehézség, hogy egy hosszadalmasabb időt vett igénybe a felkészülés. Háromfordulós volt, mindig adtak lehetőséget a következő fordulóra való felkészülésre, és azért mindig ott levegett sajnos az a veszély is, hogy a fordulóból kiesik a csapat. Gondolom azért ez egy tehertétel volt számotokra. Hát inkább kihívás. Mi úgy mentünk neki mindig, hogy meg kell nyerni, vagy tovább kell jutni. Igazából a második forduló, vagy az első fordulóba, amikor mentünk, akkor még ugye nem tudtuk, hogy mire számíthatunk, meg nem ismertük a szervezőket, a játékvezetőket, és akkor az volt szerintem a legnehezebb, és utána már láttuk, hogy mivel van dolgunk, meg hogy az egész nagyon könnyed hangulatú játékos, és olyan meleg, barátságos légköre van. És akkor onnantól kezdve már csak a döntő volt a cél. És már az se számított nagyon, hogy ott milyen helyezést kapunk, de azért örültünk a győzelemnek is. Na de azért csak nem könnyű 4 évszázad opera műveit áttekinteni. Csodálatos. Nem könnyű. De hát olyan lelkesek voltunk, és annyira érdekelt minket, meg ez a csapatban való munka nagyon nagy élmény volt. Közös óráink is voltak. Már idén, nyáron ugye egyedül készültünk egyénileg, és még májusban is az első fordulóra nagyjából. Mit kellett tudni az operákról? Hogy hogyan lehetett, vagy hogyan kellett felismerni az opera részleteket? Hát először a versenykírók nyilván megadják a versenynek a tematikáját, és ahhoz ajánlanak irodalmat, tehát azokat a könyveket forgattuk először, és megpróbáltuk beszerezni, mert nem túl könnyen hozzáférhető könyvek voltak, és akkor azokból a megfelelő részeket nyilván először én kiválogattam, és akkor azt továbbadtam a gyerekeknek. Nagyon fontos az opera műfajában az, hogy a minden zenei mozzanatnál értsük pontosan a szöveget, és hát ezek az operák manapság eredeti nyelven szólalnak meg, és bizony itt szükség volt arra, hogy két nyelvű szövegkönyveket használjunk, mert ez nem állt mindig rendelkezésünkre, úgyhogy ez nagyon sok időt vett igénybe, még minden opera részletnek a két nyelvű szövegkönyvét elkészítettük, és akkor így a gyerekek tényleg úgy tudták hallgatni, hogy minden pillanatban tudták a zenei történést és a dráma mondani valóját követni, hogy
tényleg nagyon értelmes legyen a zenehallgatás. Igen. És ez lesz. Jobban. Hát így ebben nyilván segítségre volt szükségük. Hát az, hogy sokszor meghallgassák a műveket, ez otthoni feladat volt, hogy tényleg, nem mondjad, hogy milyen érdekes feladat is volt a montás, hogy mennyire kellett ismerni a feladatokat. Ja, igen. Hát, hogy az első fordulóban volt olyan, hogy a zenékből montást állítottak össze, ahol ilyen félperces részletek szólaltak meg egymásba átvezetve, és akkor úgy kellett gyorsan írni egymás alá, megfelelően ismerni. Tehát nem is mondtad. Nem volt közszünet. De annyira különben az sem. Lehetett keverni, kavarni, szerintem ott azért a dolgokat. Bár ugye mögöttetek áll egy erős hangszeres tudás is, és akkor többen voltatok, tehát azért itt a mozaikot úgy többen már könnyebb volt, vagy könnyebb lehetett összerakni. Tanárnő, a Vikázán Sándor zeneiskolában ugye a diákok számára ez mindennapos az opera, mint műfaj. Az általános iskolákban egyébként az énekórákon, vagy amikor zeneelméletet, zenetörténetet tanulnak a diákok, mennyire van jelen az opera? Hát most azért szeretném ezt így pontosítani, hogy nálunk sem mindennapos. Tehát, hogy az operával való foglalkozás, az a zenérodalomnak egy része, egy szelete. Tehát ilyen kiemelt módon nyilván mi se foglalkozunk vele. Tehát ezt nekem épp olyan nagy feladat volt, mint a gyerekeknek, mert nem a zenéskolai mindennapos tevékenységünkhöz tartozik az, hogy ilyen mélységben ismerjük ezeket az operákat. Tehát nyilván a zenetörténet, zenérodalom órákon előfordulnak bizonyos nagyon híres operák, opera részletek, hogy a gyerekek nyilván erről tudjanak. De az, hogy egy-egy operát és ennyi operát ilyen mélységében ismerjenek, ez nyilvánvalóan csak azoknak adatik meg, akik erre rászánják magukat, akikkel összefogunk, és ennek a cél érdekében sokat hajlandóak vagyunk tenni. De az iskolákban is szerintem, tehát ismerve az énekóráknak a számát, ott is nyilvánvalóan csak arra van lehetőség, hogy ízelítőt kapjanak a gyerekek ebből a műfajból. Tehát igazából teljes mélységében megismerkedni nagyon nehéz így. Nagyon fontos éppen azért, hogy legalább az életük folyamán egyszer-kétszer élőben hallgassanak egy-egy operát, és hát erre most nagyon jó kezdeményezés az Operaháznak, ez az Opera Kaland című programja, ugye a versenyrendezői között az egyik a Magyar Állami Operaház volt, akik Ókovács Szilveszter igazgatása óta nagyon sokat tesznek azért, hogy a fiatalság körében is népszerűsítsék ezt az opera műfaját, és nagyon sok gyerek eljut, de ezért Budapestre. Igen, erre akartam kitérni, hogy amíg színházba és az emberek jobban és gyakrabban eljutnak, addig az opera még mindig egy ilyen távolságtartó műfaj számukra, vagy egy kicsit úgy, hogy távolabb kerülnek az operától, de hát lehet bátorítani a fiatalabb korosztályt, és én gratulálok még egyszer az elismeréshez, ehhez a kitüntető címhez, és szerintem az egész megye büszke lehet erre. Nyilvánvalóan biztos készülnek valami következő versenyre a diákok. Bartók versenyre. A zeneiskolában. Így van, tehát épp most hirdettük meg a Bartók 135. születésnapját, ünnepeljük március 25-én, és ebből az alkalomból, és hát itt megragadjuk az alkalmat, hogy minden zenét szerető diáknak lehetősége van bekapcsolódni ebbe a megyei műveltségi vetélkedőbe a saját iskoláján keresztül. És még ha annyit elmondhatunk, hogy hát miért szeretted annyira az operát, mert hogy milyen jellegű műfaj volt ez, hát hogy a művészetek királynője, az az művészet. Hogy nem csak a zene, igen, hanem hogy amellett az irodalom, a képzőművészetek, tehát a nagyon, mozgásművészet, nagyon sok minden összetett. Tehát összetett. Igen. És magába foglal. Köszönöm szépen még egyszer, köszönöm szépen, hogy eljössz hozzánk, tanárnő, és itt voltál. Jövő héten szónokversenyt tartanak Nyíregyházán, a részletekről kérdeztük a szervezőt. Szabolcs-Szatmár Bereg megye önkormányzata, a Kölcsei Társaság és a Minden Morzsa Számít Közösségépítő és Segítő Egyesület idén már 6. alkalommal hirdett Kölcsei Ferenc szónokversenyt a Magyar Kultúra Napja alkalmából. A megmérettetést ezúttal is a Megyeháza dísztermében rendezik meg január 15-én. A megye középiskolainak a 9-től 13. évfolyamig szereplő vagy ott járó tanulói vehetnek részt. Egy iskolából 3 tanuló vehet részt ezen a versenyen. Milyen ennek a versenynek a felépítése? Mire kell készülniük a jelentkezőknek?
nagyon örülök, hogy elmondhatom röviden, hogy hogyan épül fel ez a verseny, bár azt gondolom, hogy a legtöbb iskola ezt már tudja, mert hogy ez a verseny már 6. alkalommal kerül megrendezésre, és az idejében sem változtattunk a verseny menetén. A verseny menete egyébként a következő, már jó régen, még novemberben kiküldtük a pályázati felhívást, a verseny felhívást a középiskoláknak, szám szerint 78 iskolát kerestünk meg, Tiszavaslaritól Csengerig, Nagykállatól Záhonyig, tehát tulajdonképpen a megye összes középiskoláját megkerestük. És a verseny egyébként úgy zajlik, hogy már otthon felkészülhettek a tanulók az első fordulónak a kérdéséből, amely egy olyan szónoki beszéd, amelyet 3 perc alatt kell előadni, és tulajdonképpen 2 téma közül választhatnak az otthoni felkészülésükben. Az egyik az a szólásszabadság ügyében való felszólalás, a második pedig az örökös megváltás tárgyában történő felszólalás, mert a Gyerekvonkori Országgyűlésnek ez a 2 témája volt főképpen, ami korondon és napirenden volt. Aztán ezt követi egy rövidke szünet, és utána pedig jön egy olyan téma, amelyet a versenyzők nem tudhatnak előre, mert a zsűri csak aznap reggel fogja kitalálni azt a kérdést, amiből mindösszesen 10 perc felkészülés után kell ismételten egy 3 perces szónoklatot adnia a versenyzőknek. Milyen képességeket figyelnek majd a zsűri tagok? A zsűri tagokról is akkor essen egy néhány szó. Igyekszünk minden évben prominens személyeket megtalálni a zsűrinek, illetőleg olyan személyeket, amelyek autentikusak ebben a témában, tehát ha lehet, akkor legyen benne politikus is, legyen benne magyar nyelvhez értő, legyen történelemhez értő, legyen valamiféle retorikához, szónoklathoz értő. Így az idei évben is sikerült egy olyan csapatot összeállítani, ha mondhatom ezt csapatnak, amely igencsak árgus szemekkel fogja tudni figyelni a versenyzőket. Dr. Csorba Sándor és dr. Jánosi Zoltán lesz a zsűri 2 elnöke, zsűri tagjai dr. Karádi Zsolt, dr. Márton Sára, Molnár Sándor és Sesták Oszkár. ABC szerint mondtam a neveket szándékosan, mert hogy nem tudnék kiemelni senkit közülük, mindenki nagyon-nagyon fontos a zsűri tagjai közül. Úgyhogy tulajdonképpen a színikritikus, az irodalom tudományoknak a művelője, Karádi Zsolt, az nyilvánvalóan irodalmi szemmel fogja figyelni. A múzeumvezető történelem tanár Molnár Sándor a történelmi tudást. És hát ha visszatérek Csorba Sándorra vagy Jánosi Zoltánra, aki mindkettő a Kölcsei Társaság tagja, és Csorba Sándor kölcsei kutató, akkor azt gondolom, hogy az egész életművet figyelembe véve fogja tudni értékelni. És hát Sesták Oszkár a megyei közgyűlés elnöke, aki politikus, volt országgyűlési képviselő is, tehát azt is tudja, hogy hogyan működik egy parlament, egy felszólalásnak milyen részei lehetnek. A tapasztalatok szerint mennyire érdeklődnek a tanulók a verseny iránt? Szerencsére minden évben egy 10 és 20 fő közötti tanuló létszámmal számolunk, tehát az érdeklődés az megvan, nem csak a tanulók részéről, hanem a felkészítő tanárok részéről is, ugyanis a felkészítő tanároknak is egyfajta kihívás is ez, és a felkészítő tanárok is egy picit így átismételhetik a történelmi és irodalmi tudásokat. Még egy technikai kérdés, hogyan lehet jelentkezni a versenyre? Jelentkezni a versenyre többféleképpen lehet e-mail formátumban, lehet hagyományos módon, tehát a kinyomtatott jelentkezési lapot kitöltve postai úton, vagy személyesen is eljuttatni a megyei önkormányzat épületébe, Nyíregyháza Hősök tere 5, de a mai kornak megfelelően és a eddigi visszaküldött jelentkezési lapok is mind elektronikusan érkeztek, ma már ez a elfogadott forma, de természetesen bármilyen módon várjuk a jelentkezéseket, amely egyébként január 11-én éjfélig lehetséges, mert hogy a versenyünk az január 15-én pénteken 10 órakor lesz a Tesenyei Nagyteremben, a megyei önkormányzat gyönyörű szép épületében. A 3. helyezett 20 ezer, a 2. helyezett 30 ezer, míg az 1. helyezett 50 ezer forint értékű jutalomban részesül. A nyertes továbbá elmondhatja szabadon választott beszédét a Megyeházán a Magyar Kultúra Napja alkalmából szervezett ünnepségen január 16-án.